Golyóálló mellények, bilincsek, pisztolyok, Magyarország, illetve Európa valamennyi létező és nem létező rendőr egyenruhája és azok viselői. Mintegy 120 apró óvodás és kisiskolás rendőrpalánta, valamint szüleik népesítették be a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság tornatermét csütörtök délelőtt a kisrendőrök nagy napján. A Békésvár megyei rendőrfőkapitányság minden évben több lakossági akciót hirdet és bonyolít, amelyek célja, hogy a rendőrök és a lakosság ne csak a hivatalos ügyek kapcsán találkozzon, hanem kötetlenebb formában is, kialakítva, erősítve a jó kapcsolatot. A kisrendőrök nagynapja ötlete is ennek a gondolatnak a kapcsán fogant. Gondoltunk egy nagyot, és még nagyobb lett belőle, mondhatnám így is. Arra gondoltunk, hogy megrendezzük a kisrendőrök nagynapját a farsangi időszak zárásaként, hiszen tudtunk róla, hogy nagyon sok óvodás és iskolás kisgyermek öltözik a farsangon rendőrnek, de hát azt nem gondoltuk, hogy ennyien. Mert gyakorlatilag, ahogy meghirdettük, hogy be lehet küldeni a jelmezes fotókat, már másnaptól kezdve érkeztek az e-mailek, körülbelül 250 jelentkezést kaptunk. Hát a legnagyobb termünk a tornaterem, és persze számolni kellett azzal, hogy a gyerekek kísérőkkel érkeznek, így aztán 120 kis rendőrt tudtunk meghívni erre a mai alkalomra, tehát lett egy kis rendőr századunk. A vendéglátó, igazi rendőrök mindent igyekeztek úgy csinálni, mint máskor, ha állománygyűlést tartanak. Érkezett az ászló, meg volt a jelentéstétel. Persze a kis kollégáknak előbb át kellett esni egy kis alaki foglalkozáson. Az alaki gyakorlat sikeres végrehajtásáért ajándékcsomagot kaptak a rendőrpalánták. Az állománygyűlés végeztével a kisrendőrök testközelből megismerkedhettek a rendőrautóval, rendőrmotorral, készíthettek közös fotókat Marcival, a baleset megelőzési bizottság kabala figurájával, kipróbálhatták a karos forgalomirányítást és a terembe hozott több játékot. A gyerekek rendkívül élvezték a lehetőséget, többekről kiderült, felnőttként is rendőrök szeretnének lenni. Hogy jött ez az ötlet, miért öltöztél rendőrnek? Mert az apukám is rendőr. Hol hallottál róla? Nem tudom, apukám mondta. És te mi leszel, ha meg leszel? Rendőr. Milyen rendőr szeretnél lenni? Hát főnök. A gyerekeket elkísérték szüleik, akik szintén pozitívan nyilatkoztak az akcióról. Nagyon jó dolognak tartom, így legalább picit láthatták a kicsik, hogy milyen a rendőröknek az élete. Ti hol hallottatok erről? Az óvodában mesélték, hogy lesz ez a kis rendőrök napja. Farsangon rendőrlány volt, és akkor jelentkeztünk. Reméljük, hogy mindenki ezután a délelőtt után úgy távozik, hogy van egy igazán kellemes emléke velünk Békésvár megyei rendőrökkel.